Óriási port kavart a hazai politikában és a közbeszédben az úgynevezett mini amnestia rendelet. Az előző és a jelenlegi kormányok, illetve politikai pártok egymásra mutogatnak, az ügyben az államfő is megszólalt, Tudoré Toader igazságügyi miniszter hétfőre megoldást ígért. Megnéztük, hogyan jutottunk el idáig. A mini amnestiaként emlegetett büntetés végrehajtási jogorvoslati törvény a börtönökben uralkodó embertelen körülményeket hivatott ellensúlyozni. Ez előírja, hogy minden börtönben töltött 30 nap után további 6 nap letöltöttnek számít, amennyiben az illetőt embertelen körülmények között tartják fogva, vagyis a cella egy főre eső alapterülete nem éri el a 4 négyzetmétert. A törvény másik nem titkolt célja, hogy Románia elkerülje az akár több tízmillió eurós büntetéseket, amiatt, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága számos elmarasztaló ítélete után sem javította fogvatartási körülményeken. A jogszabálytervezetet elsőként Sorin kormánya terjesztette a parlament elég 2017. januárjában. A dokumentumot azonban már a Dacian Csolos vezette kormány dolgozta ki, Raluca Pruna igazságügyi miniszter irányítása alatt. A parlamentben viszont a tervezet már jelentős mértékben módosult. Néhány változtatást a törvényhozás a legfelső bírói tanács javaslatára hajtotta végre többek között azt, hogy az eredeti tervezetben lévő három napról hat napra emelte a 30 napi szabadságvesztés után letöltöttnek nyilvánítandó napok számát. Az igazságügyi minisztérium akkor már a jelenleg is hivatalban lévő Tudor Éltó Ádér vezetése alatt állt. A tárcavezető akkor sem értett egyet a módosításokkal, és fenntartotta, hogy a kormány által előterjesztett változat elfogadását támogatja. Ezt többször is hangsúlyozta Tudor Éltó Ádér az elmúlt napokban, amikor a sajtó őt nevezte meg felelősként a mini és a gyengülő közbiztonság miatt. De Raluca Pruna korábbi tárcavezető is hárítja a felelősséget. Azt mondta, nem hibáztat senkit, de nem szabad szem téveszteni azt a tényt, hogy a törvényt a parlament fogadta el. Az Országos Börtönigazgatóság hétfői közlése szerint a büntetés végrehajtási jogorvoslati törvény hatályba lépése óta 11.851 elítélt szabadult a szabadságvesztése kiszabott időtartamának letöltése előtt a jogszabály előírásainak köszönhetően. Közülük azóta 742-en ismét börtönbe kerültek. A hatóságok nem követték nyomon a társadalmi beilleszkedésük folyamatát, így újabb erőszakos cselekedeteket, lopásokat követtek el. A legutóbbi eset hétvégén történt megyesen egy mini amnestiával szabadult férfi követett el gyilkosságot. Az elkövető korábban szintén emberülésért ült börtönben. Klaus Johannes a törvény következményeinek azonnali kivizsgálását, valamint módosítását kérte a kormánytól.